Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2021. augusztus 4-én este 8:30-tól. Kalocsán is megemlékeztek, 77 éve történt a roma holokauszt. Vakok és gyengéllátók a munkaerőpiacon. Helyi lehetőségekről is kaptak tájékoztatást a Közösen a munkáért Bácskiskunban című pályázat újabb programján. Aratóbálon mulattak messzesen, a hétvégi kóros találkozó záró programja volt a zenés táncos mulatság. 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka számolták fel Auschwitz-Birkenaui cigánytábort, kivégezve utolsó 3000 lakóját is. A Cigány Világszövetség 1972-es párizsi kongresszusának határozata alapján lett augusztus 2-a a cigány holokauszt nemzetközi emléknapja. Erre emlékeztek meg a Kalocsaváros Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett eseményen a Roma Közösségi Háznál hétfő este Kalocsán. Ezen a napon a világ számos országában megemlékeztek az 1944-ben lezajlott eseményekről, és városunkban is sokan rótták le tiszteletüket a holokauszt roma áldozatai előtt. Az eseményen részt vett Simon Zoltán alpolgármester, Tihanyi Tiborné és Mit Rajmund önkormányzati képviselő is. Éppen Budapestről jövök, ahol az országos cigány önkormányzattal közösen országos holokauszt megemlékezést tartottunk, ahol nagyon sokan eljöttek, miniszterek, államtitkárok, indiai nagykövetség, holland nagykövetség, de több követségtől jöttek, ami számunkra jó eső érzés volt, hogy ennyien együtt éreznek velünk. Hát számomra, hogy mondjam, a mai nap egy kicsit olyan öröm is volt, meg bánatos is. Öröm azért, mert sokan eljöttek, a bánatos azért, mert meg kell emlékeznünk erre a szörnyű eseményre. De mi úgy gondoljuk, hogy meg kell emlékeznünk, illetve emlékeztetnünk kell a jövő generációt, hogy tudják, hogy valójában mi is történt 1944. augusztus 2-án. Mivel a cigányság kevésbé volt szervezett, mint a zsidóság, így sokukat mindenféle nyilvántartásba vétel nélkül gyilkolták meg, ezért az áldozatok számát nehezebb megállapítani. Továbbá a zsidó holokauszt árnyékában a cigány holokauszt sokáig ismeretlen maradt a közvélemény előtt. A kalocsai megemlékezésen a gyermekek szavalata után Sztojka István köszöntötte a megjelenteket, majd Simon Zoltán, városunk alpolgármestere osztotta meg gondolatait. Bár évekig nem beszéltünk róla, de ma már tudjuk, hogy nem csak zsidók, de romák is áldozatul estek a világtörténelem legnagyobb szégyenének, a holokausznak. 1972 óta emlékeznek meg világszerte a holokauszt roma áldozatairól, ugyanis 47 évvel ezelőtt határozott a Cigány Világszövetség arról, hogy a roma holokauszt emlékére augusztus 2-át nemzetközi emléknappá nyilvánítja. Hazánkban 1996-ban tartották az első megemlékezést. A városvezető hangsúlyozta, hogy Magyarország 1944. március 19-én német megszállását követően számos roma került először Komáromba, a Csillag erődbe, majd onnan különböző koncentrációs táborokba. A cigány kisebbség már az 1930-as évektől üldözöttje volt az akkori németországi politikai rezsimnek, a nemzetszocialista eszmének. A fajüldözés a magyarországi roma közösségek csaknem harmadát érintette, a kalocsaiakat is. Az élet és a humánum nevében el kell utasítanunk minden erőszakot, bűnt és rémtettet, amelyet bármilyen diktatúra nevében is elkövettek a múltban. Hasonló borzalom soha többé nem történhet meg. Nem fordulhat elő, hogy embereket származásuk, vallásuk vagy politikai hitvallásuk miatt megalázzanak, üldözzenek vagy meggyilkoljanak. E gondolatok után először a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, majd Simon Zoltán alpolgármester két képviselőtársával együtt helyezett el a város nevében koszorút, majd gyújtottak gyertyát a holokauszt emlékmű előtt.
Elsősorban vak vagy gyengéllátó munkavállalókat várt a Magyar Vakok és Gyengéllátók Bács-Kiskun megyei egyesülete a kamaraterembe, a Közösen a munkáért Bács-Kiskunban című pályázat újabb programjára. A kora délutánig tartó rendezvényen egy helyi cég munkatársa is beszámolt a fogyatékkal élőket érintő munkai lehetőségekről. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Foglalkoztatás 2019 elnevezésű pályázatának nyerteseként a Magyar Vakok és Gyengéllátók Bács-Kiskun megyei egyesülete 2 millió forint összegű támogatásban részesült. A Közösen a munkáért Bács-Kiskunban című pályázat célja a fogyatékossággal élők munkaerőpiaci integrációjának elősegítése. A megvalósítás folyamán 2020 és 2021-ben 8 Bács-Kiskun megyei helyszínen zajló rendezvény megtartásával teremtett lehetőséget az Egyesület mintegy 590 fő személyes találkozására. 2021. július 30-án Kalocsa került sorra. Először is Kecskeméten történt a megnyitó 2020-ban, majd Kiskunfélegyházán és lakótereken történtek már rendezvényeink. Ebben az esztendőben Bácsalmáson, most Kalocsán, és Kiskörös, valamint Baja, és végül Kecskemét lesz a következő helyszín. Kalocsai rendezvényre Kiskunfélegyházi Mozgássérültek Egyesületének a vezetője, valamint rehabilitációs, elemi rehabilitációs munkatársakat hívtunk meg, akik a mindennapi élet feladatait, nehézségeit segítik leküzdeni, valamint informatikai oktatónk, Horváth Gyula, valamint az ERFO munkatársa, Farkas Dániel fog előadást tartani, és szövetségünk szakmai vezetője Német Orsolya. A program célcsoportjának tagjai érzék- és mozgásszervi fogyatékossággal élő, továbbá megváltozott munkaképességű emberek, és a kistérségek olyan munkáltatói, aki jelenleg is foglalkoztatnak, vagy potenciális foglalkoztatói lehetnek a fogyatékossággal élő munkavállalóknak. Tanácsot is szoktak kérni, természetesen a rehabilitációs munkatársunk, aki a foglalkoztatási rehabilitációval foglalkozik, elsősorban ő az, aki ezzel kapcsolatosan segítséget szokott tudni nyújtani, de már több látásérőtnek sikerült a program kezdete óta elhelyezkedni, pontosan én öt szeméről tudok, és nyílt munkaerő piacról is komoly érdeklődés van, mert olyan támogatásokat kapnak a munkahelyek, amivel érdemes élniük. Aki egyesületünk tagja, vagy hallott rólunk, mindenképpen javasoljuk, hogy keressenek meg bennünket, és mindig a helyi munkáltatókat keressük meg, hogy náluk találjunk olyan munkaköröket, amelyikek értelmesek, és tudnak segíteni a látássérülteknek. Akik nem tagjai az egyesületünknek, nyilván őket pedig a megfelelő helyre fogjuk tudni irányítani, akik szintén segíteni fognak az elhelyezkedésekben. Az egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy számos területen tudnak elhelyezkedni a vakok és a gyengéllátók. Szinte mondhatni lehet, hogy minden munkakörben meg tudnak felelni, úgy az informatikában, call centeres munkatársakban, irodai munkákban, akik a számítógépet megtanulják keresni, ezért is van az, amit említettem korábban, hogy informatikai oktatást is végzünk, mert ez is egy új munkakört fog jelenteni annak számára, aki megtanulja magabiztosan kezelni a számítógépet. Nyilván okostelefonok kezelését is tanítjuk, és ezek mind-mind hozzásegítik, hogy irodai munkát tudjanak elvégezni a munkatársak. A nyílt munkaerőpiacról az egyik neves kalocsai cég termelésvezetője is tartott előadást. A kalocsai vállalkozásnál jelenleg is több hasonló állapotú munkavállaló dolgozik. Én egy éve vagyok ennél a cégnél, de visszanéztem a statisztikákat 10 évre visszamenőleg, és már akkor is 6 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazott a cég. Azóta ez a szám ez stabil, folyamatos, tehát minden évben kihasználva a törvény adta lehetőségeket, a Kaloplasztik Kft. Igyekszik a lehetőségeket kihasználni, és
megváltozott munkaképességű munkaalkat alkalmazni, ezzel segítjük őket is, viszont nagyon hasznos tevékenységet végeznek a vállalatunk számára is. Több területen tudjuk őket alkalmazni, ugye a fő tevékenységünk a gyártás, de a gyártást kisegítő területeken nagyon jó szolgálatot tudnak tenni, ez például a irodáknak, közlekedő helyiségeknek, közös helyiségeknek, szociális blokknak a takarítása. Ebben ők nagyon-nagyon hasznosak, ők délutános munkarendben járnak, viszont értékteremtő folyamatban is részt tudnak venni. Ők, ezek a kollégák 6-tól 10-ig dolgoznak nálunk, és a gyártásban vesznek részt, alkatrészeket csomagolnak, biztonsági címkével látják el, szortíroznak, sorjáznak, tehát rendes értékteremtő tevékenységet végeznek a vállalatunk számára. A kalocsai rendezvényen az előadók már működő jó gyakorlatok bemutatásával, szemléletformáló tájékoztatókkal és saját élményes programelemekkel szólították meg a résztvevőket. Késő estig tartó aratóbálon mulattak a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület, a Kalocsa Népművészetéért Alapítvány és a megalakulásának 15. évfordulóját ünnepő Mezei Virágok Népdalkör közös kórus találkozójának a résztvevői a hétvégén. Nagy volt a nyüzsgés szombat délután a Dunaparti vendéglőben, ahol, mint ahogy korábban beszámoltunk róla, kórus találkozóra várták a helyi és a környékbeli együtteseket a szervezők, akik az énekes program után zenés mulatsággal készültek. Az Arató Bál hagyományteremtő rendezvény a vidék egyik legfontosabb nyári munkájának, az aratásnak az elvégzése után a parasztember megünnepelte a befejezett munkát, örült a betakarított termésnek. Ezen az ünnepen kicsik és nagyok együtt voltak, ettek-ittak, majd a napot táncmulatsággal zárták. A közös együttlét ünneplés forrását elsősorban a földesúr, később a falu gazdái, majd a termelőszövetkezet biztosította. Mostanában már lehet, hogy az aratóbálok nem úgy zajlanak, mint régen, de hát régen minden egyes ilyen nagy munkát megünnepeltek egy bállal. Próbáljuk feleleveníteni ezeknek a hangulatát is, és mi már a hagyományőrzőháznál korábban rendeztünk aratóbált, most pedig gondoltuk, hogy nagyon sok olyan érdeklődő van, akit a népdal találkozó is érdekel, aratóbál is, de természetesen nem csak azok vehetnek részt rajta, akik a találkozón itt vannak. Nagyon sok jelentkező van. Az aratóbálban, ha minden igaz, 182-en leszünk vacsorára. A Hagyományőrző Egyesület elnöke büszkén számolt be a következő időszakra tervezett programjaikról. Nagyon sok minden vár ránk, hiszen annyi pályázati programunk van, amik elmaradtak és be kellene pótolni. Jövő héten a gyerektáborunk, a hagyományőrzős gyerektáborunk harmadik turnusa hétfőn indul, hétfőtől péntekig, illetve készülünk az eukarisztikus világtalálkozóra. 4 magyarországi csoportot hívtak, és többek között köztük vagyunk mi is, úgyhogy arra mindenféleképpen készülünk. A budapesti nagyszabású rendezvényre már készül a kalocsai tánccsoport. Nem koreográfiával kell készülni, hanem gyönyörű viseletekkel, egyházi énekekkel, és hát majd el kell mennünk a Művészetek Palotájába, még augusztusba főpróbára, mert a Nemzeti Tánc Együttessel közösen fogunk majd produkciót bemutatni, az majd valószínűleg ott derül ki, hogy mi lesz a mi feladatunk. A pandémia után sikerült megrendezni az évértékelő közgyűlést, ahol több díjat is átadott a vezetőség mind a tagok, mind a támogatók részére. Újra megrendezésre került 2021. július 31-én szombaton a 2020-as év évértékelő közgyűlése a Kalocsai Polgárőr Egyesületnek. Ez a 2020-as évértékelő közgyűlésünk volt, amely a Kalocsai Polgárőr Egyesületnek a tavalyi éves befolyt összegének az elszámolásáról, valamint a jubilálónknak a jutalmazásáról volt ezen a közgyűlésen szó. Több tag is kitüntetésben részesült. Mellette a támogatókat és az önkormányzatot is jutalmazták. Az előző évben betöltötték 2 tagunk a 30 évet, Szép Ferenc és Takács Lajos. Ez évben meg betöltötte Orosz Ferenc a 20. évét, Posztobány József a 25. évét, Vörös Tibor betöltötte az 5. évét, és Nálik Pál betöltötte az 5. évét. Ezen kívül jutalmaztuk az Egyesület támogatóit,
többek között Grabarics István, dr. Grabarics István urat, a gyógyszertárt, fő utcai gyógyszertárt, valamint Tanos Károly, Iszka TSZ mezőgazdasági Kft.-nek az igazgatóját, alelnök urát, őket is jutalmaztuk. Ezen kívül a kalocsai önkormányzatot egy ezüst emlékéremmel jutalmaztuk, a Bátyai Polgárőr Egyesületet egy aranyéremmel jutalmaztuk a közös munkával kapcsolatban, együtt töltött szolgálatokkal. A rendezvény így zárult. Az elnök úr azt is elmondta, hogy ezt az eseményt nem hagyománynak minősítik, hanem kötelezettségnek. Ez nem hagyomány, ez egy kötelezettség az Egyesületnek. Minden évben ezt a közgyűlést meg kell tartanunk. A közgyűlés előtt számolunk el az előző évi bevételekről, a kiadásokról, tehát ez egy kötelezettség. Szót ejtettünk egy az év elején csak szűk keretek között megrendezett elszámolásról is. A pandémia idején nem bírtuk sajnos megrendezni a rendezvényt, mert nem volt rá lehetőség, meghaladtuk a 35 főt, de ezért az Országos Polgárőr Szövetség úgy döntött, hogy csak elnöki ülés keretében lehet megtenni ezt a rendezvényt, vagy ezt az elszámolást. Az elszámolás megtörtént, hiánytalanul minden rendben volt vele. A közgyűlés most bírtuk összehívni, és most tártuk a közgyűlés elé az elköltött pénzek felhasználását, valamint a befolyt összegeknek az összegét. Az őszi szezonra hangolódás első előkészületi találkozóján a 100%-os teljesítménnyel megye 3-as bajnok bajagárdájával sparingolt a KFC. Az edzőmérkőzések többek között arra mindenképp jók, hogy a szakvezető és az értő szurkoló egyaránt lássa, hogy hol tart a csapat, hol kell változtatni, milyen célkötőzéseket fogalmazhatunk meg az elkövetkezendő szezonra. A játékosok forgatásával, több poszton való kipróbálásával, a csapatrészek összhangjának legoptimálisabb megtalálásával Kohány edző is tesztelte az újonnan érkezőket, és azt is láthatta, hogy a jelentős játékerőt képviselő távozókat miként tudja majd pótolni. Talán ezért is választotta a mester az előző bajnokságban 24-ből 24-szer nyelő, tudatos focit játszó Baja csapatát, hogy képet kapjon új játékosai kvalitásairól, illetve kíváncsi volt arra is, hogy az új szerkezetben játszó KFC-nek melyek lehetnek a hibás beidegződései, a csapatrészek közötti összhangnak mik lehetnek a gyengéi. Aztán, mintha mindkét csapat szerette volna igazolni a fenti eszmefuttatás, tempós focit játszva estek egymásnak a rekkenő hőségben, az akarással és bizonyítással egyik oldalon sem volt baj, hiszen 3-11-est, számtalan kapufát és ajtóablak zicsert láthatott a tisztelt nagy érdemű, amelynek végén 5 gól is született. A Kalocsa megérdemelten nyert az edzőmérkőzést, hiszen 3-szor is vezette az ivószünetekkel tarkított találkozó során, miközben 6 új érkezőt is bevetett Kohány edző 90 perc alatt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híradóval holnap este jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!